Az elmúlt évben 10. alkalommal került sor az óvodáért, az iskoláért, a templomért jótékonysági bára, melynek bevételeit a Bethlen Gábor Református Általános Iskola és Óvoda javára használják fel. Tavaly az óvi számára egy kis házat, az iskola részére pedig technikai és sporteszközöket vásároltak. Idén egy méretében is nagy sportszerrel lett gazdagabb az oktatási intézmény. Hagyományainknak megfelelően minden év novemberében megrendezésre kerül az iskola jótékonysági bálja. A 2015-ös évi bevételt az alapítvány egy birkózó szőnyeg megvásárlására fordította. Néhány hónappal ezelőtt Tóth István olimpiai birkózó látogatott el iskolánkba, ahol a gyerekeknek beszélt a pályafutásáról, olimpiai tapasztalatairól, miközben a Sarkadi Imre edző segédletével a törökszentmiklósi birkózó és diáksport klub növendékei tartottak bemutatót. A gyerekek lelkesedése, motiváltsága ösztönzött bennünket arra, hogy ezt a birkózó szőnyeget megvásároljuk. A szőnyegről azt kell tudni, hogy a helyi székhelyű Pontponyva Kft. Ügyvezetői Kovács Miklós és Kovácsné Dóda Edit készítették el önköltségáron a szőnyeget. A szőnyegetről annyit kell tudni, hogy 5 cm vastagságú, csúszásmentes, PVC borítású. Nyilván ez egy birkózó szőnyeg elsősorban, de mi az, amire még lehet használni, mire használhatják majd a gyerekek? Birkózáson kívül küzdőgyakorlatok elvégzésére, páros gyakorlatok elvégzésére, valamint torna elemek elsajátítására tudjuk majd használni. És állandóan össze lesz állítva ez a szőnyeg, vagy pedig időszakonként fog előkerülni? Előzetes tervek alapján sűrűn fogjuk használni. A szőnyeg tépőzára, és így elég gyorsan össze tudjuk rakni, és szét is tudjuk szedni. A betlenes birkózók bemutatója után az első osztályosok vették birtokba a szőnyeget.